Az benne a legdurabb, hogy nagyon hülye fejeket kell vágni, most mutatok egyet. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Session legújabb része. Yes. Én Kórodi Tomi vagyok. Én pedig Jancsovics Máté, sziasztok. A mai vendégünket főleg színésznőként ismerhetitek, de most meg fogjuk tudni az ő zenével való kapcsolódási pontjait is. Döbrösi Laurát köszöntjük. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Izgulsz egy picit? Igen, izgulok. Egyébként a zenéléstől mindig nagyon izgulok, kivéve ha improvizálni kell, mert azt jól megy. Hát még az is lehet, hogy akkor a végén valami kis jam session-t itt összehozunk. Persze, majd gitárral, egy hangszerrel, amit amúgy nem szoktam használni, hogy majd egyből improvizálni. Igen, mert nekem lehet, ugye, ahogy itt a Jancsó mondta is, hogy nem csak színésznő vagy, legalábbis az Instagram profilod szerint singer vagy és noise maker. Igen, hobbi zenésznek mondom. A noise maker az... Az azt jelenti, hogy 17 éves korom óta zenélek ilyen improvizációs kortárs tánc színházakba, a Villany Leóba főleg, a Grecsó Zolinak a Villany Leó nevű társulatába, illetve még voltak egyéb ilyen kortárs táncos előadások. Na hát ezért a noise maker, mert egyrészt énekes vagyok, tehát van előttem egy mikrofon, de aztán általában egy körbe szoktam pakolni magam ilyen zajkeltő tárgyakkal. Például. Kis furulya, nagy furulya, kalimba, ilyen zizi, olyan zizi, ilyen indiai tevecsengő, ez a... Kecskeköröm. Kecskeköröm is van. Nekem van orrfurulyám, az a kedvenc zajkeltő eszköz, a hangszer. Az olyan, mint egy ilyen csőr. Ha az orrat bevezet, az orral kell fújni. Igen, szóval az nagyon vicces. Igen. Igen, olyanom még nincs, de jó ötlet. Az nagyon jó. Szóval, hogy keretdobon is mostanában játszom. Keret? Hát tudod, amit így fogsz, és akkor vagy ütővel, vagy kézzel. És az ének része ennek az hogy néz ki? Hát általában ő halandzsa a szövegeket, vagy húhogásokat, vagy náj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 
amit éppen a fülembe van, vagy ha eszembe jut, népdal. És hogy jött ez 17 évesen, mert hogyha valaki énekel, az vagy korábban, vagy később szokott így, így erre rádöbbenni. Igen, nem, én énekeltem mindig, de ilyen így gyerekkorom óta jártam zeneiskolába, 12-3 évig klasszikus zongorát tanultam, meg szolfést. Aztán elkezdtem énektanárhoz is járni, csak nem ez lett a fő foglalkozásom, pedig vágytam rá, karmester akartam lenni. Szerintem az a legjobb meló a világon, csak ahhoz ilyen durva zeneakadémiákra kellett volna felvételizni külföldön, meg ilyesmi, és pont addigra beindult a színésznős szekér, és akkor ez így... Tehát emiatt maradt abba a zenei karrier, mert beindult a színésznői karrier. Karriernek nem mondanám, de megmaradt a zene, úgy mondanám inkább, hogy megmaradt ilyen hobbi kiegészítő tevékenységnek, és gyakorolni se tudok, már nincs rá időm, de már gyerekkorom meg mondjuk ez nehéz is gyakorolni ezzel a setup-pal, mert ez kell, hogy ott legyél abban. De mondjuk a konkrét hangszereket. Igen, azt már nem, de meg gyerekkoromban is ez volt a baj velem, hogy, hogy nem tudok a seggemen ülni 10 percnél tovább. Ezeket dobolni, én abszolút ezért kezdtem el. Most a dob az nekem is. Ülni, igen, a most ez a keret dob az nekem is nagyon bejön. Nagyon jó, hogy így meg lehet tudni valamit, és ez nem fáj valakinek, hanem ilyen örömet okoz, ez király. Könnyű zenei kikacsingatásaid voltak? Igen, voltak. Most pont most is megjelent egy album, amin közreműködöm, a Pátkai Rozináéknak az új albuma, a Tilos Csillagon című Pilinszki estünkből evolválódott zenei albummá. Az a műsor, amit ott összeraktunk nyáron Juhász Anna vezényletével. És most múlt héten jelent meg, azt hiszem, és abba, hát ott nem énekelek, ott csak így verset mondok, ilyen Pilinszki verseket mondok, ihletetten. Illetve még volt a Paplaci nevű Szubotás néven technót játszik, és volt neki egy kicsit másmilyen projektje, kicsit ilyen poposabb, ilyen lightosabb cucc, és abba és ő írta a zenét, meg az ő projektje az egész, csak engem kért fel, hogy énekeljek, és akkor az albumon több számon is énekelek. Ennek az volt a címe, hogy Surf Alone, a projektnek is, meg az albumnak is ez a címe, és akkor abba is énekelek.
Meg van egy-két ilyen DJ haverom, aki szokott kérni, hogy menjek be, és így énekelgessek fel neki, amit ő aztán így belerak felismerhetetlenül számokba. Szóval néha így meghallom a hangomat ilyen bulikba, és így jó. Egy ú, baby, baby. I miss you so much. Ilyenek, ú, akár ilyeneket mondok, nem igen. És nagyon foglalkoztat téged a környezettudatos életmód. Igen. Hogy szerinted zenészek, zenekarok, vagy fesztiválszervezők mit tudnának tenni az ökológiai lábnyomuk csökkentése érdekében? Igen, hát van egy kedvenc zenekarom, az egyik kedvenc, úgy hívják őket, hogy Rising Appalachia, ilyen amerikai csajok, tesók egyébként, és van egy bandájuk, szerintem nagyon menő zenét játszanak, és ők szoktak ilyen fenntartható turnézást csinálni otthon, a kontinensen, hogy úgy utaznak, hogy mindig lokál helyen alszanak meg, tehát nem nagy hotelba, a helyi kistermelőktől szerzik a kaját, és úgy nem odahúznak nekik egy ilyen nagy színpadot, amit kb. Utána elbontanak, hanem mindig találnak egy kis ilyen létező helyet a településen, vagy a városkában, és akkor oda mennek oda. De egyébként itthon is nagyon jók vagyunk szerintem már fenntartható fesztiválokba. Egyébként mi is csinálunk egyet, az a neve egy zengető, nagyon kicsi, de annak is ez a lényege, hogy így kirángassuk a rétre a városi fiatalokat. Kérdezni akartuk, hogy ez ebben te szervezőként is jelen vagy, és hogy ez ebben könnyűzenei produkciók is szoktak lenni, vagy ezen a fesztiválon? Igen, igen, abszolút van buli rész, tehát az ugye egyrészt a fenntarthatóság, meg a... Igen, igen. Ilyen életmódváltás, meg a vidéki élet, meg kicsit mezőgazdasággal is foglalkozunk. De erről vannak ott előadások akkor napközben? Igen, tehát ilyen fejtágítás megy, meg érzékenyítés, ez a legjobb szó most. Igen, és de abszolút van délutántól zene, főleg ezen a tribal folk, kicsit elektronikus, kicsit pszichedelikus, de egyébként nem ez a goa buli, vagy ilyesmi, vonalon vagyunk rajta. Szokták szeretni, szerintem érdekes line-upjaink szoktak. Itt az előbb már említetted, hogy karmester szerettél volna, meg egy külföldi, sajnos elfelejtettem a nevüket, hogy melyik ez a... Rising Appalachia. Rising Appalachia. Hogy ők is sajokból állnak, hogy azonban, most ennek ellenére, azért a női könnyűzenei hangszeresek viszonylag kevesen vannak így a színpadokon. Szerinted ez mitől van? Nem tudom, pedig szerintem lehet, hogy azért, mert azt neveljük a kislányokba, hogy rockstárnak lennél nem ilyen lányos, menő dolog, hogy, meg hogy, és akkor a fiúk akarnak inkább rockstárok lenni, mert a lányokat a sminkelés kell, hogy érdekelje tini korukba, a fiúkat meg valami kütyük, és akkor a kütyük közelbe állnak, ahogy a hangot adnak ki, mint mondjuk egy ilyen ecset. De hogy tényleg kevés, hú, pedig ilyen jó csajbasszus gitárosok lehetnének. Vannak egyébként baromi jók, tehát hogy akik így világszinten is nagyon, meg itthon is azért már igen, akar... dobos csajokat ismerek itthon. Igen. A női zenekaroknál és zenészeknél tartunk, hogy neked ez egy extra szimpátiát vált ki, mondjuk, hogyha látsz női hangszereseket egy zenekarban? Hát meg tudok neki örülni, igen. Pont csak... ezért, mert ritka. Mert például, amit dalt választottál már, amit meg szeretnél tanulni, a White Stripes-tól, a In the Cold Cold Night, hogy itt is ugye a Meg White dobol és énekel benne egy nő, hogy ezt ezért választottad például, mert kimondta, szereted az ilyesmit? Igen, izgalmasnak találom azokat a White Stripes dalokat, amiket a Meg énekel. Nincs olyan sok. De szerintem izgi az a csaj. Az, hogy amúgy így ül a dob mögött, és így a szemébe lóg a haja, és akkor így biztos kikönyörögték tőle, hogy énekeljen, és akkor ilyen gátlásosan elénekli ezt a dalt, és nekem ez ilyen tetszik. Hogy ha menned kéne Magyarországról valahova, bárhova elköltözni, de a zenei kultúra és a zenei hagyományok alapján kéne helyet választanod, akkor hova költöznél? Biztos, hogy valami északi országba. Hát az ilyen norvég, meg igen, izlandi, meg nem tudom milyen pop, meg klasszikus, modern klasszikus zenék, szerintem az csúcs. Nekem az a csúcs. Igen. Ah, meg ott azért a metal szcéna is. Az is jó, igen. Azt is szeretem amúgy. De hogy vannak ezek a progresszív, ilyen komoly zenébe hajló, de elektronikus dolgokat használó zenék, ott most szerintem írtó izgi. Meg amit bármit láttam, művészetet, ami északról jön, irodalom, filmek,
cirkuszi előadás, igen, minden, igen. Tehát hogy én nekem szerintem ott van valami, milyen inspirációs, az nagyon izgat. És ha lenne itt egy zenegép, amiben benne van a világ összes dala, és lenne egy tokened, amit bedobhatsz, akkor milyen dalt tennél most be? Most? Uh-huh. Akkor a 100 Waters-től a Boreal című számot raknám be. Hallgassátok meg! Igen, mi is meghallgatjuk most. Az is, ők is ilyen norvég zenekar, azért jutott eszembe. De biztos van ennél jobb szám a világon, de most ez jutott. Most neked ez kell, akkor erre használt fel a token. Igen, igen. És magyarok közül egyébként kiket szeretsz? Három kedvenc zenekarom van. Az egyik az Ethnophil After, az Odd ID, a másik a Messecinka, a harmadik pedig a Flying Monkeys. Azért néha ilyen zenész barátaim mutatnak olyan rohadt jó magyar zenekarokat, hogy el sem hiszem, hogy ezt eddig nem tudtam. Úgyhogy szóba került, hogy te mennyi mindennel foglalkozol, minek tartod magad leginkább, vagy mi szeretnél lenni mondjuk a következő 10 évben? Ez a jó kérdés. Amúgy most lettem valami új. Na. Most már megint valami lettem. Igen, már tudod, már van ilyen, hogy színésznő is vagyok, meg fesztiválszervező, meg ilyen alapítványok elnöke, ilyen erdővédő alapítvány elnöke, meg amúgy nemzetközi tanulmányok diplomám is van. Opa. És most lett egy új végzettségem, úgy hívják, hogy Face Yoga Method Teacher. Asztal. Face Yoga. Igen, ezt egy ilyen japán nőtől tanultam, aki ő találta ki ezt a metódust. Erről hallottam. Igen. Tehát ez úgy néz ki, hogy így tartod a szádat ilyen különböző mosolypózokban. Igen, és akkor közben nyomkodod az akupunktúrás pontokat, meridián vonalakon, és akkor az izmokat edzed, meg feszültséget oldasz az arcból, nyakból. Csodálatos dolog, és akkor most ezt ebbe beleszerettem, ezt megtanultam, és most ezt fogom tanítani. Ezt például szoktatok zenét hallgatni, hogyha ilyeneket? Ja, ennyire nem előre haladott még a dolog, de nem rossz ötlet. A kedvenc arcjoga pózodat meg tudod most mutatni. Nagyon viccesek amúgy. Én meg húzok alá valami zenét. Jó. Az nagyon lágyat. Ez szomorúbbat, jó, amúgy, de ebbe az a vidámat kell, mert az benne a legdurabb, hogy nagyon hülye fejeket kell vágni. Most mutatok el. Jó, de ennél is vidámabbat? Nem tudom. Hát én inkább azért tudod, hogy szoktak rögni. Kiesel a flóra, légzés, viszont lassú kell, hogy legyen. Igen. Szóval, tehát, hogy nem egy nagyon bonyolult szám ez, ahogy egyébként a White Stripes számok. Igen, azok nem... könnyű sikerélményre mentem. Igen. De ha meg akartok tanítani valami szín. Kitaláltunk nehezítéseket, szóval még lehet, hogy dobolni is fogsz közben, énekelni. Jó. Szóval nem úszod meg szárazon. Oké. Hát akkor csapjunk bele a gitározásba. Laura. Hello. Hát látom, ezt már brutálisan fel tudtad venni a gitárt, kézbe is tudod fogni, de igen. Itt a szünetben elmondtad, hogy apukád. Láttam ezt, eleget ezt a mozdulatsort, igen. Apukám is autodidakta, hobbi gitáros, és mindig tele volt a ház hangszerekkel, és szerintem életem első egy-két évében azt hittem, hogy a fiúknak gitár nő ki a hasukból, mert az apukám mindig hazajött, és egyből megfogta a hangszert. És akkor úgy gondoltam, hogy a fiúk így néznek ki. Aztán sajnos kiderült, hogy valamiért nem minden fiúnak van a kezében egy gitár, de... Igen, hát ezt tanúsíthatom én is, hogy én sem mindig így nézek ki, hogyha valaki ezt gondolta volna. De még mielőtt elkezdünk a gitározás részébe, itt Jancsónak a segítségét kell kérnünk, hogy ennek a számnak a lüktetését, ezt el is magyarázza neked pontosan, hogy mi is történik, mert ettől lesz majd teljesen hiteles az egész. Jó. Igen. Tehát ennek a dalnak egy triolás lüktetése van, amire úgy fogunk számolni, most lelassítva kezdjük el. Mert mi az a triola? Is. Most a triola én az, leszek. Tomikám, hogyha jártál volna a teremtőt, hogy a triola egy negyed alatt, egy mérőütés alatt három egyenlő hang. És ennek a dalnak is ez az alap lüktetése. És az a trükkje, hogy a kapásból egy ilyen triola felütésen indul. Tehát a négyen ként ott szólal meg az egy csalány, de Tomi, játsz el, akkor... Igen, tehát hogy ugye ezt tetszik, hogy... Miről van szó? Hogy egy, két, há, négy, tő. Egyenként, egyenként, hármanként, négyenként. Igen.
hogy ez így egyszerűleg tűnik, de hogyha mögé tesszük a pontos time-ot, akkor aha, azért nagyon kell figyelni, hogy hol is kezdődik a gitározás része. Két részre bontjuk ezt az egészet. A számban alapvetően gyakorlatilag két rész van, igen, de mi ezzel a résszel kezdünk, amit most megmutattam, ami a verze és talán a refrén is, aha, nem tudom pontosan. A D-lá pentaton skálának a hangjait fogjuk használni. Ja. Gyakorlatilag ennyi a D hangot, az egyes ujjaddal, ez az igen, egyes ujjad, igen, az A-húr ötödik bundján találod. Ez itt az. Aztán jön a következő hang, így van, az F, ami három bunda, még egy, itt, azaz. Aztán jön még egy, és még egy. Ennyi. Gyakorlatilag ebből a három, vagy négy hangból áll a szám. Ez az. Ezt kéne most egyelőre okay, megpróbálni tempóba beletenni. Jó. És így csúszkálgatok közben? Úgy van, igen, úgy hogy minden van, egyes hangot megelőz egy másik hang, pont ez a triola felütés. Uh-huh. Az előtte lévő, ezt a hangot, amivel kezdünk, azt ez a hang előzi uh-huh, meg. Ugye ezt kell, hogy triola, 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 igen, triola, ta. Igen, igen. Igen, és arról indulunk, és utána, akkor mész a következőre, akkor ugye ezt pengeted meg, uh-huh, és csúszol rá a következőre. Egy nagyon lassú mérőt tudunk hozni ennek, Jancs. Az lesz egy, az. Egy, két, de most csak triola, az alaphangokat csak csináljuk. Csak triola, triola. Már a csúszást azt csináljuk? Igen, jó, igen, okay, igen, okay, okay, igen. Jó. Egy, két, há, és. Azaz, most egyedül vagy. Aha. Ez megy körbe-körbe, próbáld ismétel. Jó, de nehéz visszatalálni, oké. Okay. Jó. Egy, két, há, és. Ez az. Azaz. Azaz. Ezt kell gyakorolni. Ennek jó, a time az jó. Végig stabilan kéne menni. Volt egy-két plusz hang, amivel izgalmasabbá tetted a számot. Igen, mert nem találok vissza. Jó, de jó. Úgy lehetne ezt jó, még egy okay, picit, lehet, hogy segítene a tempótartásban, és meg hogyha mondjuk egyedül elő szeretnéd adni ezt a számot, akkor akusztikus gitárosok nagyon sokszor csinálják azt, hogy a kettőt és a négyet azt becsapják a gitáron. Rácsapsz a húrokra. Aha, az. Ez... Gyerekek. Jó. Pontosan. És akkor most azt kéne, hogy a két kezem tök más csinál. Hát igen, az igen, a nehéz. Igen. Te próbálj meg nagyon jó, lassan. Jó. Visszajövős? Ez a visz, lehet, hogy ezeket pöttyök segítenek. Tudom, aha, csak hogy így... Aha. Akkor beszámolok most csak én, most Jancsót megkérjük, hogy csak felügyeljen is, hogyha bármi pontatlanság. A ritmusügyi bizottság igen, részéről itt vagyok, és figyelj. Ezt próbáljuk igen, meg, hogy... Igen. Egy, két, három, okay, négy... Ez az. Azaz, jövök még veled egy picit. Há, négy. Azaz. Csatlakozz be. Na, jó. Ezt mindig el szoktam mondani, de ez tényleg így van, és nem, szerintem nem csak a gitáron, hogy azt rontják el nagyon sokan, de a zongorázásnál tudod, igen, hogy nem, már nem arra a hangra figyelsz, amit már megszólaltattál. Ja, tehát amikor itt jársz, akkor aha, már a szemed az réges-rég ide figyel. Jó, ez jó tipp. Megpróbálom így. Miért nem jó? És valami nem jó. Aha, jó. Rossz helyre mellett. Hú, ez rosszabb, mint amire számítottam. De tényleg. Jó. Ez az. Jó. Így könnyebb. Egy kicsivel. Ez az.
Szerintem próbáljunk meg a következő szintet, de előtte muszáj megkérdeznem, hogy a cica az tetkó, vagy toll. Tetkó. Jó, ha valaki nem tudta volna, Laurának a bal ujjára ide van tetkózva egy cica. Egyébként az eredeti számban úgy játsszák, hogy oktávokat játszanak. Tehát ugyanazt a hangot játsszák, csak egy oktávval magasabban. Ez gitáron szerencsére nem olyan nehéz lefogni. Igen? Vagy nem. Lelkezd tanítani, gyakorlom. Igen. Azt kéne csinálni, hogy tehát, hogyha mondjuk ezen erről a hangról indulunk, akkor annak a hangnak az oktávját, az két bunddal errébb és két húrral lejjebb. Tehát ezen a hangon, aha. Itt? Lehet, hogy stabilabb, hogyha megpróbálod ezzel az aha, hogyha elérnek addig. Ha nem, akkor pedig jó lesz a négyes súly is. Csak az egy picit... Icipici a kezem. Igen, és ekkor, ilyenkor viszont ugye ezt a két húrt kell pengetni, tehát két ujjadra van szükség. Ezt? Aha, én azt a két ujjadat javasolnám. Nagyon kell figyelni viszont, mert amikor már ezeket csúsztatjuk, akkor hajlamos, főleg ez az ujjunk, ez elhagyni az erőnyomást a csúszás miatt, és végig folyamatosan kell nyomni, hogy megszólaljon maga a csúszás is, meg a megérkező hang. Ide? Óvatosan. Én nagyon lehet, hogy meg gyorsabban kell. Lehet. Ugye itt az a lényeg, hogy tájékozódás szempontjából az egyes ujjad marad neked, amit nézel, és ezt a távolságot, amit a két ujjad között, az gyakorlatilag fölveszed, és nem mozdítod. Ez a memóriába betesszük. Jó. Úgy nagyon fáj a kezemnek ez az egész. Hát, igen. Ide? Aha. Aha. Ez az, ez az. Nem tudom, mikor lesz dalszerűen össze. Pár perc. Ez komolyan mondod? Persze. Én nem bízok ebbe annyira. Hát, elég, ha bennem bízol. Ne hozzunk neked a lábad alá egy ilyen rockstáros izét? Mi rá tudná támaszkodni egy ilyen rekre, egy ilyen pedálsorra, és akkor az eleve ilyen, már ilyen színpadiasabb, meg kényelmesebb lehetne. Igen, nem kéne egy lábtáta, izé? Nem annyira kényelmes, de azért, hogy jövök lejjebb. Kicsit jobb azért. Megpróbáljuk ezt így nagyon lassan tempóba, egybe gyúrni, ilyen lassú tempóba, hogyha jó. Segít. Jó. Fókusz. Fókusz. Egy, kettő. Egy, két, há! Maradjunk most csak az egyes ujjnál. Jó. Oké, és próbáld meg azt még egyszer, mert szerintem most viszont már könnyebb lesz, hogy csináltunk utána egy nehezebb. Jó, lehet, oké. Egy, két, há! Próbáljuk meg úgy megcsinálni, hogy most csak ezt az ujjadat használod, a magabiztosod, az egyeset. Megpróbálod rá dúdolni tempóra ezt a számot. Igen. Okay, a dalamát? Igen. Hát vagy a szövegét is, hogyha... Igen. Nyilván. Jó. Amúgy lehet, hogy halandzsázni fogok néha. Nem baj. Jó. Egy, két, egy, két, há. Most? Aha. I saw you standing in the corner on the edge of a burning light. I saw you standing in the corner. Come to me again in the cold, cold night. Itt van egy új rész, amit még nem tanultunk meg. Itt... ide kellene az ujjadat olyan, tenni. Olyan, mintha nem tudnék énekelni sem. Hát lemegy háromszor ugye ez a téma. Igen, igen. És utána a negyedik körre ide jön az ujjad. Igen. Aha. És utána pedig... És kezdődik először, előről. Azaz. De ez tök jó eddig. Eddig szerintem hibátlan a szám. Ja. Hát kár, hogy nem tudom lefogni a másik hangot. Most derül ki, hogy hibátlan lesz, mert most egyedül vagy, csak benneteket ketten akarlak hallani. Akkor a teljes kört játsszuk el, verse, refrén, meg intro is. Egy, két, egy, két, há. Ez az. A
corner. Ez az. In the edge of a burning light, I saw you standing in the corner. És come to me again in the cold, cold night. Szerintem ez a rész akkor most nagyjából összeállt. A számban van még egy következő rész, ami hát nem tudom, hogy melyik bridge vagy refrén, nagyon furán egy hangulata van a számnak. Igen. Amúgy. Ott is ezt, ott három hangot fogunk használni, ott a beosztásra kell nagyon figyelni. Ott D-vel kezdünk ezzel. Itt. És akkor megpengetjük. Számolni kéne közben magadban. Aha, igen. Egy, két, hár, négy, egy, két, hár, még egyszer. Egy, két, hár, négy, és lemegyünk G-re. A hangot. Egy, két, hár, vissza D-re. Két, hár, négy, aztán jön az A. Így csak magában, nem? Azaz, igen. Azaz. Ja, igen, ezt már is van. Há, négy, igen. Ez az. És utána meg jön az, pontosan. Ez egy sima blues, nem? Ez egy sima blues kör, hogyha valaki nekem mond valamit. Még egy rész van benne, amit meg kéne tanulni. Igen, ez az, igen. Akkordozós rész. D, moll, C dur, A dur. Jó. A legegyszerűbb lenne, hogyha a D-molt azt itt fognánk le az üres, vagyis az első fekvésben, az egyes ujjadat ide kell tenni, a kettes ujjadat ide, oda, azaz, és a hármas ujjadat pedig ide. A harmadik bundnak a ide. Egy elején. Aha. Okay. És megpengeted innen. Igen, csak az alsókat. Aha, ez az ujjadat, ez az ujjadat, egy picit még. Aha, igen. Azaz. Au. Jó, igen. Így van. Egyel feljebb az egésszel? Nem, hanem igen. Utána ez az ujjad kerül ide, igen. Ez az ujjad ide, igen. És ez az ujjad pedig ide. Aha, jó. Azaz. Hó, basz. Oda és oda? Aha, ugye ez egy, két, há, négy. Jó. Ez meg van felezve az ütem, ugye, igen, itt ez a két, egy, két, négy, és jön egy A-dur, amit a legegyszerűbb, hogyha úgy fogsz le, hogy az egyes ujjaddal lenyomod ezt, picit mindig így a bunthoz közel, aha, és csak ezt a három húlt pengeted. Az alsó hármat? Hát ezt a hármat. Aha, értem. Aha. Azaz, azaz. Mostanában nehéz, bakker. Nagyon jó. Nagyon szép. Az, nem, az marad, pont azaz. Ide? Az ide? Oda, ide? Igen. Tökéletes. Jó, és akkor és ez. Akkor... Azt is fog... Aha. Nagyon jó. Próbáljuk már meg csak ennek is a basszus vonalát megtanulni. Jó? Jó. Az pedig innen indul. Ezt adom. Egy basszus gitáros csaj vagyok, úgy tűnik. Azaz. És üresen. Az a húr. Ah, nem a fogunk erre. Aha. Ja? Úristen, de könnyű. Ez hát az. Hát azért ez könnyebb. De csak elfejtettem. Igen. Jó. Nézzük meg ennek a ritmusát, hogy hogy van. Mert ezek ilyen felütések. Ezek felütések. Az első hang az ütésen van, a másik kettő az pedig üdik felütésen. Mondd el nekem először szóban a részeket egymás után. Én? Uh-huh. Jó, van két intro, aztán elkezdek énekelni. Igen. Azt nem tudom ti, hogy hívjátok, de én úgy hívom, hogy vége a verzének. És akkor utána jön ez a... Ti, amit igen, a bluesosnak igen, hívom. Igen, igen, de... azaz, igen. Azaz, igen, igen. És akkor utána jön az akkordozós, ami meg úgy van, ez, ez, ez. És a vége annak? Ez, ez, ez. És kezdődik előre. Igen. Jó, oké. Okay. Fullos. Jó, jó, csak most így más, mint tudom, közben. Tudom. Meg azért még közben énekelek, és azt se tudom, hol vagyok. Hölgyeim és uraim, a Döbrösi Laura, Jancsovics Máté, Korodi Tamás trió játszik egy duó számot. A White Stripes-tól. Okay. Kicsit lerövidítve. A lényeget azért el fogjuk játszani, nem? Hát reméljük. Nézzük meg. Oké. Okay. Egy, két, egy, két, ha.
A kis kezecskéd. Nagyon fáj. Egy ilyen lila mélyedés van rajta. Bizony. Milyen volt az első közös együttzenélésed másokkal, mármint így zenekar szintjén? Borzalmas volt, de nem miattatok. Csak megszoktam, hogy mindenben ügyes vagyok elsőre. De ebben is baromi ügyes voltál. Hát, ennyi túlzás, de ja, rájöttem, hogy ez túl sok húr, meg túl sok új, nekem egy basszusgitár kéne. Az jó lenne. De figyelj, hát akkor itt a lehetőség nem olyan drága, egy basszusgitár hazafelé menetbe kell venni az első hangszerben. Arról is levenni még 2-3 húr. Igen. Elég egy. Bőven elég. Azzal már nagyon sok pénzt lehet csinálni, hogy egy úrahoz igatod az ujjadat. Mint látjuk, ugye. De én abszolút elégedett vagyok veled, meg a zeneiségeddel, meg az énekléssel, mert az meg kivételesen tök jól ment, tehát hogy abszolút. Azért az is jobban menne, ha közben hát kéne gondolom, nyilván. De remélem azért, hogy nem megutáltattuk veled. Nem, sőt, az nagyon izgat, hogy ezt amit... Tehát, hogy az akkordot hozzá fogni. Hát az még csak egy oktáv. Akkor lehet venni a gitárt. Igen, akkor... az egyiket, az apukám egy gitárját lenyúlom. Van olyan is, amilyen kicsi. Uh-huh. Tehát ilyen utazós. Ja. Biztos, hogy sikerülni fog. Ja. Hát igen, ezek főleg egy kis, neked extrém pici kezed van. Hát sokat kell gyakorolni. Igen, de egyébként meg fizikailag képes vagy rá, csak erősen kell nyomni az ujjat, és akkor sikerülni de fog. De ilyen kis törékeny pici kéz, ezt be kell járatni. Legyen is Fleim Döbrösi Laura és a Black Stripes Future. Black Spots. Black Boys. Köszönjük szépen, ez volt a mai session. Laurának gratulálunk, hogy most már egy ilyen performance-ot elő tud adni, hogy énekel és gitároz. Tomi kiválóan megtanította. Hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, kövessétek Laurát is, meg a Portmotot is. YouTube-on, menjetek TikTokon. Menjetek az Engető Fesztiválra. Igen, meg mi van még? Facebookon, mindenhol. Találkozunk legközelebb is. Csőzzetek. Sziasztok.